Szabadság a avagy 30 éves a rendszerváltás. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szénási Sándor vagyok, a ma esti vendég Fodor Tamás színművész rendező. Szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét! Ah, ahogy látom, az életrajzotban a 80-as évek végén főleg szolnokon volt ugye a Szigligeti Színháznál, de van még korábban valami, amit meg akarok kérdezni, mert ezt nem tudtam rólad, hogy a zeneművészeti egyetemen, de tanítottál éneket? Igen, igen, az utolsó évfolyamom az éppen Rajk Júdíték. hát most szomorú aktualitást ad, de éppen Rajk Júdíték voltak, egyébként hét évfolyamom volt. Aha, igen. te tudsz énekelni? Nem éneket tanítottam, színészmesterséget. Ja, akkor miért van ideírva, hogy énekszakon? Látod? Mert az énekszakon tanítottam a színészmesterséget, hiszen ők fognak az operában énekelni. Az ellenség átverésére van az egész. <laughs> Jó, Szigligeti Színház. Ugye 86 óta, vagy 86 után, 86 kerültél, és le, 87-ben lettél ott főrendező. Ez egy, nagyon fontos színház volt, de nem folyamatosan, hanem időlegesen. Tehát így fölbukkant, elmerült, megint fölbukkant. Ez a jobbik szakasza volt? Ez a középső szakasza volt. Ugye az, első, az első nagy szakasz az a, az a Székely Gábor nevéhez fűződik, amikor ők oda kerültek fiatalon, és egy fantasztikus színházat csináltak. De már korábban ugye Pál Istvánék egy eléggé avantgárd színházat próbáltak megvalósítani, ami rettenetesen nehéz, hiszen egy megyei székhelyen egy olyan színházat kell csinálni, amely hasonlít egy áruházra, amelyben minden kap. Ható. Na most természetesen modern sajtok is, jó sajtok is, francia sajtok is kaphatok, de, de hát a lisztet is szolgáltatni kell. Na most ez azt jelenti, hogy jó minőségű árut kell persze adni, és én, mint főrendező, azért arra törekedtem, hogy, hogy, hogy ezt az igényt minőségi szinten megpróbáljam kiszolgálni, és Vajdával együtt, ugye ezt tegyük hozzá, most Vajda volt az igazgató. És a Studio K embereit vitted le magaddal? É, igen, ugye a Studio K 71-ben alakult. A és 74-ben lett Studio K korábban? Igen, korábban Orfeo stúdió volt, és, de ugye 71-től számít a repertoár, és hát én nem akartam sehová a színházba elmenni az együttes nélkül. És Svajda tett egy olyan ajánlatot, hogy megmaradhat az együttes, és az egész társaságot le, lehet vinni, az akkori társaságot, és akkor minden évben csinálhatunk egy közös produkciót, ami azt jelenti, hogy egzisztenciálisan jó volt ez a helyzet, mert a, a színház besegített ebben a vonatkozásban. De valóban tarthatatlan volt, mert ugye... A színészeknek mindenben benne kellett lenni, és nekem is, és hát ilyen módon nem lehetett egyeztetni. Ugye aztán 93-ban ott hagytam a színházat, és akkor már elhatároztuk, hogy már a politikában is, hogy mi nem megyünk tovább a következő ciklusra, mint parlamenti képviselő. A 90 emberet parlamenti képviselő. Igen. De korábban még a 80-as évek vége a magyar színház életben milyen volt? Kívülről megítélve egyre szabadabb. Azt vette az ember észre, hogy, 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 olyan darabok kerülnek elő, vagy olyan rendezések kerülnek elő, amikor nem. De ezt nem tudom persze, hogy te látod belülről, hogy ez hogy ment, hogy mekkora csaták voltak, hogy mennyire volt természetes, hogy kinyílnak olyan ajtók, amik korábban nem. A csatákról közvetlen információim nincsenek, csak közvetettek. Tehát az igazgató Svajda az olyan, olyan fickó volt, aki úgy mindenért tartotta a hátát, és aztán úgy később úgy elmesélgette, hogy hát azért jöttek hozzá hetente a pártbizottságról is, és a belügyről is, Főleg rólam volt szó, mert az én máj fekete bárány voltam akkor is, állítólag Svajda megvédett. Azt mondom, hogy állítólag, mert nem tudom, mert később ugye a történelmet mindenki átszínezi, tehát úgy adja elő, és az az átszínezés, ez, ez akkor volt, amikor Svajda a Nemzeti Színházat akarta megcsinálni, tehát meg is csinálta, és hívott oda a sert is, meg engem is, az új Nemzeti Színházba. És mind a ketten azt mondtuk, hogy ezt nem vállaljuk. Ugye hát akkor ez egy komoly ellenállás volt a szakma részéről. Hát akkor volt az, amikor a Gödör kialakult, ugye, és nem épült fel az új Mármint, nemzeti szinten. Budapesten a Gödör helyén Budapesten. tervezték a nemzeti színházat. Nem a Gödör helyén, hanem akkor tervezték a nemzeti színházat, szóval, és utána lett a, a Gödör, gödör. <laughs> igen, <laughs> igen, igen, de hát a kormányfő másként döntött. Másképp döntött, igen. De visszatérve még, miért volt a fekete bárány? Hát én 1967-ben ismerkedtem meg először azzal a költő nemzedékkel, amely egy, egy furcsa konglomerátum volt, egy baloldali költőkből álló társaság. Akik, akik, nagyon nagyra nyitották a szemüket a, a társadalom aját tekintve. Ez egy kis képzavar volt, de nem baj. Szóval tehát az, hogy oda, odafigyeltek a társadalom mély rétegeire. De most ez a társaság többek között részt vett az Első Ének című ö, antológiában, és én így ismerkedtem meg velük, és onnantól ilyen Lepeg. alkotó közösségi. Pas Lajos, aki, a, aki sokáig a barátom volt, Sipos Áron, aki mostanában ö, ugye ö, producer, tehát komoly filmgyári producer, Éh, és hát Baka István is oda tartozott, talán őt jobban ismerik, éh, akkor a filozófus éh, éh, Martin Endre, tehát Halmos Ferenc, aki szociológiával foglalkozott, éh, nagyon érdekes társaság volt. De egy ilyen új balos társaság? E Ezt nem mondanám, az új balasz később jött divatba, már a, a kifejezés. E nem. E tulajdonképpen e ez a társaság ennek nem volt egy, egy, elhatározott világképe, hanem egyszerűen odafigyelt azokra az emberekre, akikre illik odafigyelni egy költőnek. Uh -huh. És ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Én két előadó estet is összeállítottam az ő verseikből. A másodikat a szerencsésen be is tiltották, aztán az sokáig... Itt kezdtél a fekete sötétedni? Uh, igen, igen, és aztán a, a sötétedés az, az, a sötétülés az tovább tartott. 1970 tájékán volt az a híres esemény, amikor haraszté és dalos kezdeményezett azért, hogy a látens folyamatokat láthatóvá tegyék, kvázi. Hát ilyen gyorsan így tudom összefoglalni. kicsit konkrétabban, bocsánat. Uh, ez egy, uh, tehát uh, ugye sajtószabadsági problémák voltak be, cenzúra és így tovább, és Tehát akarták mutatni, hogy van cenzúra dacára annak? Nem, be? nem, 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 volt cenzúra, valóban ők ilyen rendőrhatósági figyelmeztetésben részesültek, valamilyen oknál fogva, én is annak idején, de én jóval később és más ügyből kifolyólag, akkor már az Orfeo ügyben, csak ugye volt egy ilyen intézmény, amit ma már nem nagyon tudnak, hogy RHF és REF. Tehát ugye az RHF a rendőrhatósági figyelmeztetés, a REF pedig rendőri felügyelet. Na most az, az, hogy, az, hogy a nyilvánosságot meg kell szerezni, az nyilvánvaló mindenkinek érteke volt, hogy, hogy ne kussoljunk az eseményekről. Ha tehát azt tudjuk mondani, hogy végrehajtjuk azt, amit tulajdonképpen akartak az elnyomó szervek, akkor azt, mond, azt tudjuk mondani, hogy elkezdünk egy éjségsztrájkot, és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik. Most ezt én nem tudom így pontosan uh, rekonstruálni. Annak idején aláírásokat gyűjtöttem ebben az ügyben a művésztársadalomban, hogy hogy felhívjam a figyelmet, és ezt tényleg Rutka Éváltól, Latinovicsig mindenki aláírt, a, a, akivel találkoztam. Tehát a nyilvánosságnak volt egy ilyen csatornája is, amit természetesen egy akció előzött meg, és ez volt a Haraszti féle dolog. Na most a Harasztiból már korábban kapcsolatba léptem, 67-ben, mint költővel. Tehát én innen ismertem, vagy a Dalos Gyurival is. Szóval, hogy ezek az ismerettségek tovább gyűrűztek, ha úgy tetszik, és teljesen természetes volt, hogy, hogy ezt a politikai gondolkodást magamévá tettem. De nem természetes, mert egy csomó színészőt, a színészek többsége nem tett ilyet. Na de hát akkor, amikor, én 1961-ben, bocsánat, hogy újra visszamegyek évtizedekkel, de az egyetemi színpadra kerültünk, akkor teljesen természetes volt, hogy, hogy mi nonkonformisták vagyunk, és nem simulunk bele abba az akadémiai színházi dologba, és egyáltalán. Hát ugye az egyetemi színpadon indultak meg azok a hangos folyóiratok, amelyek hát esténként 509 embert megszólítottak, 509 vérőhely volt a nézőtéren, de sokan álltak a fal mellett, tehát a Horizont például, amelyik először hozta be a nyugati irodalmat, beketett unesco tehát UNESCO ugye a nevét se szabad volt kiejteni akkoriban. Tehát ez, ez teljesen természetes. Kozák Gyula, azt hiszem a neve ismert, a, a, hát most már ugye a betiltott a, 56-os intézetnek az egyik létrehozója volt. Kozák Gyula ügyelő volt például az egyetemi színpadon. Csupa olyan ember dolgozott, akiknél teljesen természetes volt, hogy, hogy nem állnak bele abba a rendszerbe és nem szolgálják ki. Úgyhogy én nekem egyenes volt az útam mondjuk 1980-as évek végéig. Azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy nem a politikai fölvilágosultság viszi az embert először egy ilyen ellenzéki szerepbe, hanem egy más gondol, mondjuk a színész, akkor a színházról. Igen. Ugye, Latinovicsnak megjelent ez a kötszurkáló című könyv, Igen. amiben elmondja maga kínlódásait, hogy az ő lázadásai elsősorban arról szóltak, hogy én másként akart színpadra lépni, másként akart játszani. Úgy gondolt, hogy egy merev ostoba rendszerben van. Hát később ezt lehetett érteni az egész rendszerre, de eredendően ő a színházra értette. Neked mi bajod volt az akkori színházi rendel, stílussal, légkörrel, amiben nem akartál bele simulni? Nem személyes bajaim voltak. Latinovicsnak személyes bajai voltak. Mi egy olyan nemzedékhez tartoztunk, amelyik nem akarta a színművészeti főiskolára menni, én nem is végeztem el a színművészeti főiskolát, én bölcsészkart végeztem, de rögtön az első pillanatban bekerültem ebbe a szellemi áramlatba az egyetemi színpadon. Tehát megismerkedtünk azokkal a törekvésekkel, politikailag, ha hozzá kell tennem, politikailag, irodalmilag, főleg, főleg irodalmilag, és a, a, a színházban kevésbé. A színházban az volt a fontos, hogy a, a, a személyek konfliktusait, azokat a konfrontációkat, amelyek egy drámában felelhetők, azokat megpróbáljuk normális észszel fölfogni, és azt látni, hogy itt mindig a progresszió harcol a maradiság ellen. Ez egy teljesen természetes szemléletet adott az embernek, hogy keresse azokat a megnyilvánulásokat, amelyek erre rímelnek. Tehát így a színház volt az a motívum, amitől eljutott az ember a társadalomig, de aztán, aztán figyelte a társadalmat. Egyéb iránt meg kell, hogy mondjam, hogy a, a mai generációban, főleg a fiatalokban, akiket most van szerencsém tanítani az a egyetemen, főiskolát akartam mondani, tehát az egyetemen, megvan ez a, ez a nyitottság, ez az affinitás a társadalmi kérdésekre, és nagyon Érzékenyek. Ő nem, nem politizálnak. De Ez nagyon a... furcsa egyébként, de tényleg így van, nem politizálnak. Nem politizálnak, de politikai gondolkodásuk erőteljesen, hát hogy, hogy úgy mondjam, nem, nem hatalomba belesímuló független attól, hogy sokfélét gondolnak. Most, most például ugye a klímakatasztrófa az, amelyik mozgatja az embereket, és ha valaki a klímakatasztrófán elgondolkozik, akkor látja azokat a törekvéseket, amik, amik ellen mondjuk felléphet. Az, hogy téged Svajda hívott szólnokra, azért azt jelenti, hogy ez egy ilyen kívülállás-belülállás volt, tehát a szakma legalábbis egy része és a jobbik része szeretett benneteket, tehát használt is volt szerepeltetett. Igen, tulajdonképpen egy olyan ö, rehabilitáció történt meg 1978-ban a volt ami, ami nagyon érdekes módon Molnár Gál Péternek köszönhető. A népszabadság retteget kritikusra. Igen, ugye, aki kétféle jelentést ö, írt, illetve kétféle írást egy előzőleg látott. Ö, előadásról, egyet a 3x3-asnak és egyet a népszabadságnak, de meg kell, hogy mondjam, hogy a két jelentés között nem volt igazán ö, nagy különbség. Hát, Később tudod... az is előfordult, hogy a népszabadságnak is kritikát küldte el a, a BM-nek, igen, amikor igen. már lazult ez a kapcsolat. Na most nagyon a... nagyon tehetséges ember volt, csak ennyit akartam. Persze, persze. Hát, szóval az, az a lényeg, hogy, hogy ő egy, egy olyan beszélgetést rendezett a Népszabadság székházában, akkor még a Blaha -téren, amelyben Hát ugye összejöttünk egy páron, és akkor, akkor azt, mondják, azt mondták, ugye, hogy a, a Vojcek sikere, és aztán később nemzetközi sikere miatt ezt nem lehet tovább csinálni. Megjegyzem, Már mindenneteket periférián ö, lehet, Igen, mert ugye periférián voltunk, illetve teljesen ki voltunk szorítva, hát ugye szó szerint ki voltunk tiltva a nyolcadik kerületből például, ahol bemutattuk Bereményének egy darabját, ami összesen két szakmai előadást ért, meg a második szakmai előadást már a a vitányék nézték végig, hogy a... vitányi a... a Népművelési Intézetnek Igazgató. volt a főigazgatója, és, és aztán utólag elő is került egy-két levele, amit a Központi Bizottságnak írt, hogy, hogy hagyjanak minket békén, mert, mert tehát szóval, hogy nem, nem vagyunk károsak a népi demokráciára. Uh -huh. Szóval, hogy ez, ez korábban elkezdődött, ugye, mert már, már 72-ben, illetve 74-ben, amikor el kezdődött az értelmiség zrikálása, ugye 73 végén jelent meg, azt hiszem, az MSZMP-ben egyes értelmiségi magatartásokról szóló irat. Már akkor az történt, ugye, hogy akkor a ránk szállt 72-től a rendőrség, a magyar ifjúság, ami hát tulajdonképpen a belügyminisztérium ifjúságpolitikai osztályának volt a, a fedő szerve. Nem a kis volt? De igen, a kis Kb. lapja volt, de a belügyesek irányították. Ah. Na most, ez érdekes lenne ezeket feltérképezni egyszer majd a média hát történelemben. A ezt például nem tudtam. De, de ez az volt, az volt, és az, aki írta, az közvetlenül be volt kötve a belügyminisztériumba. Nem Szántó, tudott tévedni akkor. Nem tudott tévedni Szántó Gábor, tehát egy nagyon szépen felépített sajtókampány volt, csak a, ezt arra mondom, hogy ugye most olyan furcsán nézik, hogy milyen sajtókampányok vannak. Hát 72 is volt, és ez ugye úgy kezdődött, hogy volt egy cikk, utána voltak olvasói levelek, utána arra a válasz volt, arra az ésbe Varja Sendrének volt egy védő cikk, ami minket megvédett, és utána újra jött a magyar ifjúság nagyszerűen, és utána jött a rendőrség. Na jó, a magyar ifjúságnak, úgyis mint dm nek mi volt a baja? E, hát el, elsősorban elsősorban az... a nyugati kultúrát? Vagy nem, nem az életforma. Tehát azt, az életformára kenték az egész dolgot, de valójában az volt a baj, most csak egy élet nyitok, hogy, hogy mindenki tudhassa ezt világosan, az osában nyílt egy kiállítás tegnap előtt, illetve valamelyik nap, nem tudom már melyik nap, amely ezzel foglalkozott két ellenzéki csoportosulással, az Orfeóval, amelyik ugye 69-ben alakult, és az Enkonnyi csoportra. Enkonnyi csoportra, hogy milyen, milyen milyen válaszutak voltak, és az a cím, hogy balra át, jobbra át. Na most ez például jellemző volt, és ez az egész rendszerváltó értelmiségre is jellemző, hogy a, a 89-es felbuzdulás után ugye két felé, minimálisan két felé vezetett az utunk, jobbra is, balra is. E, és, 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 sőt, harmadik irányba, liberális irányba. Na most akkor még ugye 70, a 70-es évek elején kétféle út létezett, ez a bal, és ez a jobb. Természetesen Népi mozgalommal szokták. Milyen jobb létezett akkor? Hát nem ez a fajta jobb, ami a jobbik, hanem az az irány, amelyik egy konzervatív irány, egy restaurálásra törekvő, de akkor nem kimondottan, hogy a horti rendszer restaurálására, de azoknak a gondolatoknak, tehát egy sérelmi politika, ami be de benne volt. Nem ez a gondolkodás Muda horti korszakhoz? Nem magához a korszakhoz, a gondolataihoz. De mire gondolsz a, a kisebbségekről, vagy a, a trianonról? Vagy? Hát többek között igen. Többek között a, az egész például nagyon, nagyon ambivalens volt a népi kultúrához való viszonyunk. A, a mi népi kultúrához való viszonyunkat az Orfeó zenekar például tökéletesen megmutatta, és az utána következő magának a stúdiókának a, a dráma történelme is, hiszen például Bereményi Géza megjelent az Ésben egy, egy cikke, a nép, Népdal című, amiből mi csináltunk egy, egy új városi folklórt. gyakorlatilag a traktorista szerepelt benne, és így tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a népi kultúra, ez nem a, a, a tiszta forrásnak a, a, a műve, hanem egy állandóan élő uh -huh. világ. el? Ezzel szemben ugye a másik oldal, az, az, az mint életformához szeretett volna visszanyúlni, a kis gazdaságokhoz, a paraszti kultúrához, és így tovább. Na várj, akkor ezeket az embereket... De akkor nem, nem, nem hívtuk népi, még jobb oldalainak. Népiek? Népiek, igen. Hát igen. akkor egyszerű, persze, akkor már jobban tudjuk. Tehát urbánus népi dolog. Amikor megjogott. én jobb oldalról beszéltem, ez az elágazást jelentette. Tehát azt jelentette, hogy a rendszerváltás után meredeken elvált ez a két vonal Igen. egymástól. Ugye az egyiket a, a egyiket a, a, szélsőségesen a csurkájék képviselték, és hát ez volt a legfájó pont, hogy, hogy, hogy például az Enkonnő csoport, amelyik, amelyik szintén egy plakátművészet, képzőművészet, akcionista társaság volt, elment a, abszolút a jobbik, sőt a korábbi e, változata irányában, e, pedig egy rendkívül érdekes társaság volt. E, a, másik, a másik, része az Enkornőnek, ugye, az a klubrádióban kötött ki. <laughs> Ez a pálinkás szűcs. Hát akkor ők is meghasadtak. Ők abszolút meghasadtak. Már nem is találkoznak régóta. <laughs> E, jó, szóval visszatérve arra, hogy a 80-as évek végén milyen volt a magyar színházi kultúra, akkor nem kérdezem, hogy ki mit intézett a háttérben, e, azt kérdezem, hogy hogy érezted magad? Mit gondoltál, mi jön itt? Mert ugye elkezdett mozgolódni a dolog, hát 80 után mindenképpen. Mi lesz itt? Én azt gondolom, hogy a, a, az igazi nagylökést az tulajdonképpen a szolidárnosnak a felbukkanása a lengyel. 11. Igen, és onnantól folyamatosan figyeltük ezeket a dolgokat, és onnantól lett nyilvános a nyilvánosság. Nem, nem a, a, a szamizdatnak az emberei nyilvánosan vállalták az a nevüket, nyilvánosan vállalták a lakcímüket, az én belém nevelt konspirációs tűt például, emlékszem rá, hogy 81-ben, vagy 82-ben mondtam a Demszkinek, akit máshonnan ismertem, hogy te ne beszélj már ilyen hangosan a, a színház folyosóján, mert fölfigyelnek rád. Hát azt akarom, az, hogy a Demszki, hát itt most már mindenki vállalja magát nyelvileg, vagy a, a, nev, a nevében. Ha. Hát ez, ez a legfontosabb, hogy tegyük ki a hangszórókat, mint ahogy danszban kitették az ablakba. Tessék a nyilvánosságot mozgó Úgyhogy innentől rendben volt minden, hiszen a, a házunkban amelyik ugye ennek az alkotóközösségnek közösségnek a háza volt, az alsó emeletet el kellett adni, és ezt a Petri Annáék vásárolták meg. a később Súlyok Miklós költözött oda, aki ugye már régen, rég részt vett a profil című kiadványba, és oda járt a, a szitanyomásra, amikor ezt ugye felfedezték a Hodosán Rozi és a, a Demszki Gábor. Úgyhogy nálunk még ma is megvan a plafonba csavart, kis csiga, amin a lehetett nyomni, de az AB kiadó tulajdonképpen itt jelentette meg, nem csak a Petri Gyurinak a kötetét, nem csak a Harasztinak, a Tomás Gáspár Miklósnak, hanem Kunderának is, és mindenkit, aki, akit nem adott ki a hivatalos könyvkiadás. Úgyhogy itt, itt tulajdonképpen én együtt éltem ezzel az egész dologgal, de aktívan nem vettem részt a politikában. Hát az csak egy véletlennek volt köszönhető. De akkor nem olyan kellett téged bemutatni a szabadkezdeményezések hálózatának, a későbbi SZDSZ-nek. Igen, Tehát de én a szabadkezdeményezések hálózatában nem vettem részt. Én magamat egy, egy fontos epizódistának tartom ebbe a dologba, és nem főszereplőnek. 89-ben történt az, hogy én segíteni akartam a szolnoki SDS szervezetnek, aminek nem voltam még tagja, és egyáltalán, egyáltalán nem voltam tag sehol, és felajánlottam a, a gépkocsimot, hogy azzal majd Pestre hozom az aktivistákat. Aha. És mondták, hogy ők a harasztihoz mennek. Ó, mondtam, már tudom, harasztit ismerem. Oda mentünk a harasztihoz, azt mondja, te mit csinálsz itt? És mondtam, hogy hoztam az SDS-eseket szolnokról. Azt mondja, te meg vagy őrülve, hogy te sofőr vagy. Mondtam, igen, azt mondja, de nem képviselőjelölt holnaptól kezdve. Mert, Mi, veled a mert, Közölte velem, hogy annak kellene, az, arra azt én mindig így szokott beszélgetni, hogy mond, egy kijelentő mondatot, és akkor az ember azon elgondolkozik, na most vagy vállalja, vagy nem. És te összecsaptad a bokádat, és... Nem csaptam össze a bokámat, hanem elgondolkoztam. <laughs> elgondolkoztam, és mondjuk egy kicsit megijedtem, mert hát azért sok mindenhez értettem, én ped, vagyis az egyetemen ugye pedagógia szakot és irodalom szakot végeztem, következésképpen az oktatásról tudok egy, egy a kultúráról tudok egy és ott szolnokon megismerkedtem a környezetvédelemmel például. Innen folytatjuk egy perc múlva Fodor Tamásra. A avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsor. Fodor Tamás színész rendező, a vendégünk a 80-as évek végén tartunk, amikor az egyik SZDSZ vezető közli veled, hogy holnaptól te a pártnak a képviselő jelöltje vagy, és innentől elindul valami, amiről korábban azt mondtad, hogy hát sok mindent tanultál életedben, politikát, politika csinálás, vagy képviselő sködés nem, de hát közben eszembe jutott, hogy nem voltál te az egyedüli színész ott, hát ott volt Darvas Iván, például ugyanattól a pártól. Igen, vagy a másik pártól Nagy Attila, vagy a még másik pártól ugye Bánfi. De korábban Avar István igen, is ott ült Igen, a Kálai Ferenc Kálai is Ferenc, között. Igen. Szóval azért a szakma szépen reprezentálva volt. Igen. Egymás közt megbeszéltétek például Darvas Ivánnal, hogy mi az ördög ez? Hogy kell csinálni? A, a pacsorokban Darvas Iván előttem ült, és, és bizonyos dolgokat, amiket, amikre fölkészültünk, egymásnak átadtuk. Hogy, hogy te mit szólsz hozzá. De csak ennyi volt, az egész Iván azért tényleg mezei képviselő volt. Mi reprezentáltunk tulajdonképpen. Én a saját megyénben, vagyis azt keresték azokat az értelmiségieket, akik nem voltak. Azokat a kádereket tulajdonképpen. Hát nem voltak a, a, a demokratikus ellenzéknek, illetve a másik oldalnak sem, nem voltak káderei szemben ugye az MSZMP-vel. Na most valaki, olyas, olyas, valakit kellett keresni, ugye, akinek a képére harapnak az emberek. Hát ez volt, ugye ez nagyon izgalmas volt, ugye, hogy a például a, a, az sds nek a, az a híres kampánymenete, amely tulajdonképpen kocsiknak a százait jelentette, tehát egy, egy ilyen futam volt, egy ilyen roadshow volt, amin az országot végig járták, SDS zászlóval, annak az volt a cím, hogy Vigyázz, kész, rajk. Uh -huh. Na most ez, ez egy szójáték volt, de rengeteg ilyen játék volt, nagyon sok. De a Fidesznél is egyébként meg kell, hogy mondjam, csak ők akkor még elég gyengék voltak. A Fidesz humorban igazából 90 és 92 között tündökölt, akkor nagyon jó pofa dolgokat csináltak. De hát akkor Vágvölgyi B és a Bojtár és a többiek is ugye ott voltak, meg mögöttük volt a Narancs. Aztán ugye 92-ben elkezdett meredeken megváltozni a Fidesz. De, de annak idején a, a humor az nélkülözhetetlen volt a politikában, és nélkülözhetetlen volt valami fajta előadó művészeti, hát hogy mondjam, rutin. Hogy hát, egyáltalán... föl hát föl a kellett szólalni. Hát föl kellett szólalni, igen. És részt kellett venni, ugye faluról falura kellett járni. De én, nekem, én nekem volt egy felkészülési időm, mert ez nyáron volt ez a bizonyos felkérés, hogy, hogy ha majd akkor. És e, akkor, akkor én elkezdtem közgazdaságtant tanulni e, rendesen, e, a vízügyet, ugye, mert szólnok a közlekedésnek, tehát a vasúti közlekedésnek, a vízügynek volt a középpontja az olajbányászatnak, és így tovább. Tehát ezeket nekem e, tudnak kellett, és egészségügyet. Na most. E Rémes. Nem, nem volt rémes, ez nagyon izgalmas dolog volt. Hát ezt pontosan te mondod nekem, hát aki, akik, akik, vezetnek valami fajta nyilvánosságot, azoknak föl kell készülni az interjúra is, és föl kell készülni a... Ez így van, de ez két különböző dolog, az ember föl készül, Igen. és aztán, mint a jó színész, elfelejti a szövegét, mert nem vált vérré. Tehát nagyon sok újság... Ugye nem, vagy, nem, vagyunk, nem vagyunk szakújságíró, ennek következtében mindennel kell foglalkozni, de hát természetesen mindez meg nem lehet érteni. Hát így van, de azért annyira, amennyire egy állampolgárnak illik érteni, vagy annál ja, egy kicsit persze, jobban ez, igen, kell, kell, nem kell érteni. Szóval csak tehát, azért föl nem mondanám Budapest vízügyi ellátásának a... Én sem szólnok ott, de annyit tudok, hogy a mond rendszeresen ellentétes érdekek jelentek meg, tehát egyszer volt az, hogy ez egy borzasztó vízdíjakat kell fizetni, miért fizetjük mi a, a, a hogy mondjam, a, a strandnak, a damja nincs úszodának a vizét, ahol a fiatalok össze-vissza ugrálnak be a vízbe, e, akkor, akkor én nekem, a, e, tudom én hol, e, miért kellett. Nekem hét fal, falum volt, különben és e, szolnoknak a déli része, ez volt egy választókerület. Hát akkor még ugye pénz nem volt a kampányra, tehát én fizettem be 20 ezer forintot arra, hogy, hogy valami induló tőke legyen, mert ugye senkinek nem volt pénze. Az, az volt a furcsa, hogy aztán ha hajol, emlékszem, ott 700 lélek volt, ott felállt a gyűlésemen egy atyafi, és azt mondta, hogy, hogy, hogy az hol van az az egy millió dollár. Már ma, 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 bocsánat, milyen egy millió dollár. Hát ez mondja, amit a zsidók adtak maguknak. Az SZDSZ-nek? Az SZDSZ-nek, igen. Mondtam, na, ez, ez az, amiről én nem tudok. Most majd valószínűleg valamilyen uh, vizsgál, DNS vizsgálatot fogok végeztetni, hogy miért Érti. nem adtak belőle nekem, de én szerintem ez egy marhaság, ilyen pénz nincs, hiszen mi fizetjük be ezeket az apró pénzeket, hogy egyáltalán valamink legyen. Mire azt mondta, hogy, de itt maga előtt járt egy, egy képviselő, jelöltnek a férje mert a képviselőjelölt nem ért rá. És a férje ment el az asszony helyett? Igen, én úgy tudom, hogy a képviselőjelölt az az én fideszes riválisom Léva Janikó volt, és a férje pedig Orbán Viktor. Aha. De ez csak ilyen anekdota lehet, hogy nem igaz, tehát nekem csak mesélték ezt, és ez a vezenyi atyafi. Tehát azt akartam mondani, hogy már akkor sem volt olyan szilárd ez az SZDSZ-Fidesz szövetség ezek szerint. Hát igen, te vidéken valószínűleg jobban láttad, mint Pesten. Igen. E, és e, éreztél, nem tudom, hogy mennyire találkoztál akkor fideszes emberekkel, politikusokkal, érezni lehetett köztük azt a sértettséget már, ami később kialakult a szdsz kapcsolatban, hogy ilyen kiskorúnak, meg fidesz óvodának kezelik. E, őket. Nem, mondok egy olyan nevet, amitől amitől többen padlót fognak. Na én... megkapaszkodok, igen. Jó, tehát nekem az egyik legkedvesebb szövetségesem és barátom a Várhegyi Attila, aki a magyar médiának ugye a háttérből irányító ember. Korábban polgármester, polgármester és, volt, és ült, ült is egy kicsit. Igen, igen. igen. De, de akkor egy színház volt, sőt valamennyire a szolnoki színházban volt kapcsolata, de minden esetre a büfében sok sokszor beszélgettünk, találkoztunk, akkor egy pár tagú volt összesen a Fidesz szervezett szolnokon. Tehát nem, nem volt számottevő. Egymásnak segítettünk plakátolni, és így tovább. Tehát ez, ez, ez normális kapcsolat volt. Egészen 93-ig tulajdonképpen egy, meg, egy megállapodás volt az SZDSZ és a Fidesz között, hogy az első periódusban az SZDSZ adja a polgármestert, és a másodikben pedig a Fidesz is így került a Várhegyi Attila, az SZDSZ-es nagyszerű jelölt, illetve nem jelölt, nagyszerű polgármester után a polgármesteri székbe. Még csak annyit visszatérve a fölkészülésedre, hogy amikor megkérdeztek, hogy minek kell vízdiat fizetni, meg mi lesz Igen. a legelőkkel, vagy mit tudom én, bekerítik, nem kerítik, akkor mit mondtál? Ebben volt gyakorlatom, nem politikai gyakorlatom, hanem, hanem mediátori gyakorlatom. Őgy nem mondtál semmit, hanem... De. De én mondtam. Én elmondtam azt, hogy különböző álláspontok léteznek. Ja. Gondolkozzon ezen el, hogy vajon ez mi, és hogy és vajon van-e unokája. A saját kérdését. És van-e unokája, de hozzám, hozzám ilyen kárpótási hölgyek is jártak. De többnyire azért, mert a, akkor még az SZDSZ-es rendezvényeken volt egy kis uzsonna. E, és hát nem, nem az én rendezvényeimen, csak az ilyen nagy bulikon, És akkor szegény e, az, hogy minden ilyenen ott volt, és mindig elröntött akkor három minyont. Mert voltak... Ez, hát nem, hanem SZDSZ párti kisvállalkozók, például cukrászok, akik önként felajánlották ezeket a dolgokat, tehát akkor se vásároltuk. De aztán mondta, hogy ő most már a kis gazdákhoz megy át, mert a, a, a torgyán úr az nagyon rendes, mert mindig busszal viszi őket a következő gyűlésre, és ott mindig ebéd van. Aztán jelentkezett egyszer egy év múlva, és azt mondta, hogy most már a torgyánt is elhagyja, mert most már hideg kaja van csak. <laughs> Ö, megtartottad a színészi munkádat? Ö, közben igen. képviselőség közben? Igen. Tehát akkor gyakorlatilag két laki élet volt, szólnak é, Budapest közben? Abszolút égettem a gyertyát, igen, két felől. Úgyhogy a hétfőn ugye a, a tulajdonképpen próba szüneti nap van a színházaknál, az egy szünnap a vidéki színházaknál, tehát fön tudtam lenni. Kedden pedig interpellációs nap volt, amikor háromra kellett fönn és akkor nem áthágva a közlekedési szabályokat ha nagyon, <gül> nagyon <gül)> <gül> eh, rohantam föl Pestre, ugye akkor még nem volt M4-es tehát rettenetesen elfáradtam, de nekem ott, tehát be kellett érni a, a a, kérdések voltak előbb, és utána azt hiszem az interpellációk, tehát tehát az nem már szavazni kellett. És a többi napon pedig e, úgy voltam, hogy próbáltam, és utána pedig délután följöttem. És utána e, csak ugye két produkcióba vettem részlen, és akkor már volt lehetőségem a bizottságban, bizottságokban részt venni, a Kulturális Média és Sajtóbizottságban. Azért, azért abban, mert az első az első ténykedésem, ugye akkor még ez ilyen romantikus dolog volt, miután elkezdtem, nem csak tanultam közgazdaságtant, hanem ugye elindítottam egy, egy, politikai adássorozatot a színháznak a termében, ameddig a Svajda aztán nem szólt, hogy hát figyelj, három volt, most már négy ne legyen. Darásfészek, ez volt a címe, és az első, az első adása adásnak mondom, igen, előadás, de tulajdonképpen adást vezettem, két ellen érdekelt fél között, ugye akkor divat volt az, hogy egyik oldalra ült a, a Magyar is volt ez a ring. Igen, ugye. igen pontosan. Kék sarok, piros sarok. És ennek a mintájára, így van, ennek a mintájára csináltam az egészségügyi korrupcióról szóló adást elsőnek, és hát akkor ott a fiatal orvosok nagyon sokat segítettek felkészülni, hogy milyen viszonyok vannak a kórházban. Meg, hogy mondjam, csak rosszabb lett azóta, pedig hát azóta sok-sok esztendő telt el, és akkor a kórház igazgatója azt mondta, hogy akkor mondja meg nekem, hogy én például, hogy korrumpálódok. Tudja egyet, hogy mivel foglalkozom? Baj volt, mert azt elfejtettem megkérdezni. hogy ebben én... ki korrumpálódik? hogy, az egészségügyben milyen korrupciók vannak ja, általában. Ja, és ja. azt mondja, hogy én, hogy miért vagyok én korrupt például. Ja, hát magára mutatott. Igen, mert... magára mutatott. Azt tudja, hogy tudja, hogy én egyáltalán milyen, milyen, szakom van nekem, milyen specialitásom. Ezt elfejtettem megkérdezni, milyen. Azt mondja, a proszektúrán dolgozom. Na most közben én ott egy pillantra nem kaptam levegőt, és aztán rögtön elmagyarázták nekem. Az orvos barátaim, hogy na ott érhető tetten. Abszolút a korrupció, mert aki gazsulál nekem, annak nem mondom meg az orvosi műhibáit, és elfogadok bizony ezt- azt. Jó, de akkor itt nem a páciens fizet, hiszen ő már halva fekszik szegény, hanem az orvos fizet. És az orvosnak kifizet? Hát a páciens, amíg még él. Amíg még él, ez Igen. az. Na, de és akkor hát ez volt az első adás, és aztán az aztán a környezetvédelemmel, és az oktatással, aztán a, az önkormányzatokkal foglalkoztunk, mint mint aktuális hát, téma. Népűvelés népművelés mondjuk. De úgy vettem ki a szavaidból, hogy azért eleget lett ebből a képviselősködésből, tehát a második törmre már nem indultál el. Nem csak nekem. Azt hiszem, hogy mint ahogy említettem azt a motivumot, hogy általában az ismert emberek indultak el a politikai pályán, mert nem voltak tartalékpolitikusok, politikusok, akik voltak, ugye, mint Kis János például, az nem politikus volt, hanem filozófus, és ugye, sokat köszönhet neki az egész liberális értelmiség, de de ez egy nagyon izgalmas dolog. Tehát Solt Otília is úgy került oda, meg a Seta is úgy került oda, hogy tulajdonképpen ők mással foglalkoztak. E, Solt Otilia például irtózatosan nehezen e, jött föl a, a, piros bársony szőnyegen az első nap a parlamentben, és az, ezt a pazarlást, mikor emberek e, százai, ezrei éheznek, és mi egy ilyen fűtött terembe megyünk fölfelé, és úgy csinálok, mint a képviselők. Mi akkor rendkívül puritánok voltunk. Az egyik első mozzanat az volt, hogy, hogy lemondtunk a Kutvölgyi Kórházról, és mindenfajta... Minden, minden jogosultságról. Jogosultságról, igen, tehát mindenfajta olyan dologról, amelyik mondjuk megkülönböztet minket az átlagembertől. Hát aztán ez egy picit csökkent nyilvánvaló, már akkor sokan jártak sajtó reggel, illetve hát külügyi reggelikre és így tovább. De én nekem véletlenül, ugye, mert hogy nem csak felkészülni kellett, hanem ilyen akciókba részt venni, ezt akartam még mondani, hogy nem csak én szerveztem, hanem akkor a október 23-án még az ellenzék tulajdonképpen egységesen, tehát az MDF-fel, a kis Már ez melyik év? Ez 89. Igen. Uh, igen, 89, akkor egységesen lépett fel, akkor, uh, uh, akkor még kopjafánál, ugye el kellett, uh, vagy elmondtam a, a, egy mondat a zsarnokságról, és így tovább. Szóval akkor egységes volt az ellenzék. Akkor jött a népszavazás, ugye utána, utána már elkezdett a posgai ügyben kétfelé válni az ellenzéki gondolkodás, és ha jól emlékszem, akkor március 15-én, vagy március 14-én, ugye pontosan a sajtószabadság alkalmával tudomásunkra jutott az, hogy a, a az nem, nem az jutott tudomásunkra, az később jutott tudomásunkra, bocsánat, előre szaladtam az Axel Springer ügyben, tehát az, hogy a, a néplap még mindig ugyanazon a a népi demokratikus stílusban számol be az ellenzékről, mint, mint ez alternatív Ez a szolnoki, rá, ez a szolnoki néplap, helye. de hát majdnem minden megyében volt ilyen néplap, máshogy hívták őket. És akkor egy ilyen jelképes gesztussal egy nagy tömeg élén, mert akkor még volt nagy tömeg, én, mint Petőfi Sándor, vagy nem is Petőfi Sándor, ugye elfoglaltam a a néplapot a nép nevében, a jó, rátettem Irényi a kezem. Irény Daniel, igen, a petőfiék. <laughs> igen. Szóval elfoglaltam a néplapot. Az egy elég jó beszéd volt. Most már nincs meg nekem, de talán kéziratban megvan. És, és attól eléggé ismert lettem uh, ott nem csak a színháztól de most miután ezt a sajtó uh, ezt a sajtó elfoglalást ugye megcsináltam én, én olyan olyan sajtó lettem vagy mi a fene és uh, a uh, a megválasztásunk után, amikor képviselő lettem, akkor megkeresett engem a szolnoki néplaptól egy újságíró, és elkezdett panaszkodni, hogy pucs készül a néplapnál. Az Axel Springer megvásárolja az összes vidéki lapot, akkor még ez furcsának tartottuk ma már, hogy ránézünk a kesmára, nem mm. tartjuk furcsának. Hát bár az Axel Springer Nap, volt, pontosan, de akkor még nem tudtuk, hogy ez, ez micsoda, és hát elbocsátják az újságírókat. Na most én erre elkezdtem ugye érdeklődni, hogy hogy volt és mind volt, és tényleg egy ilyen pucs volt az egész. Én akkor még nem ismertem a az Axel Springernek a magyarországi vezérét. Később megismerkedtünk, és egy Bayer, Bayer József talán. Igen, igen, igen. Nagyon, nagyon jó benyomást tett rám később. Na de hát akkor még nem tudtuk, hogy mi van. A lényeg az, hogy az újságírók hozzám fordultak, és én természetesen felvetettem ezt a frakcióban, akkor megalakult az SZDSZ frakció áprilisban, és 90, most már 90-ről van szó, felvetettem ezt, hogy ez egy fontos kérdés, Tölgyesi be is írta a kis valamilyen noteszába, és amikor eljött a, az országgyűlés megalakulása, szem május másodikán, május harmadikán ugye már elindult az üzemmenet. És a tölgyesi szokása szerint ugye akkor frakcióvezető volt, a kis fehér ingébe szaladgálta a folyosón, és hát sajnos ez jellemző volt az ő vezetői stílusára, egy pillanat alatt egy kilökte a, a feladatokat, és azt mondta, hogy te akkor a sajtóról fogsz beszélni, és az Axel Springerről, és akkor elmondta, azt hiszem a vásárhelyi, a Varsói szerződésről való kilépés, a Tamás Gazi, a, a határon túli magyarságról, szóval egy nagyon érdekes programmal indultunk, és én vizsgáló bizottságot kezdeményeztem a, 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 ezeknek a a sajtó monopóliumnak a kialakulása tekintetében. És a legnagyobb meglepetésemre rendkívül jól fogadták ezt a dolgot, de az első pillanatban már a csurkájék és a csengei déneség felszólaltak, és nem tudtam, hogy mibe válszok bele. És kiderült az első ilyen bizottsági ülésen, hogy itt már rég nem a sajtómonopóliumokról van szó, hanem arról van szó, hogy a magyar nemzet legyen az MDF-é, hogy a szabadföld legyen az MDF-é, és főleg a csurkái, és a csurka olyan minősíthetetlen hangon beszélt az én általam patronált újságírókkal, hogy én nekem onnan elment a kedvem az egésztől, és azt mondom, hogy én ebből kilépek. Na ebből lett a média bizottság. De, de a nem utálta, hogy jön a a multi, a nagy tőke, a nyugat is megveszít. A... Nem erről volt szó. Nem a, nem a nyugatról volt szó, hanem arról van szó, hogy mindent el kell venni, és a kézbe kell venni mindent. Hát ez a dolog már akkor kezdődött, ugye? Természetesen a második lépés az már az volt, hogy, hogy semmit ezeknek, de semmit azoknak se. Úgyhogy az a, a összes bizottsági ülés arra felé ment ki, különben. Ennek a bizottságnak Debrecen József volt az elnöke, aki megpróbált moderált lenni és moderáló lenni, és akkor ebből alakult ki aztán az a média albizottság, amelyik tulajdonképpen a kulturális bizottságnak a média ügyeivel foglalkozott, és én tovább is a média ügyeket vittem Haraszti Miklóssal együtt a, egészen a média törvény el, első befutcsolásáig. Na de várj, akkor voltak itt párhuzamos történetek. Egyrészt megjelent a, a tőkeerős nyugati cég, mondjuk az Axel Springer, mások is megjelentek. Közben volt egy olyan kormányzati akarat megtámogatva az MDF szélsőjobboldali szárnyával, hogy minden nemzeti kézbe és mindent a jobb oldal kezébe adni. És nyilván voltak olyan törekvések, az SDS, vagy a Fidesz részéről, hogy hát azért valami orgánumokat nekünk is kéne szerezni, vagy megtartani, mert különben nem lesz hangunk. Tehát, igen, de itt nem az orgánumok megszerzéséről volt szó, hanem arról a lehetőségről, hogy a média piac kitáguljon, és hogy bejöhessenek a független televíziós adók, amelyek természetesen kereskedelmi adók. Tehát itt tulajdonképpen a, 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 az RTL-ről és akkor a TV2-ről lehetett szó. Na most akkor meg is indult ez a dolog. Aztán a TV3 hát az nem tudom, hogy sok neve volt aztán, ugye, ami hát a az, az később. Később. Na, de, na de a média törvény gyakorlatilag arra törekedett, hogy egy média pluralizmust hozzon létre, tehát nem monopóliumokat, hanem pluralizmust. Ez egy... És annak a... a, a, a tulajdonképpen a német modell volt az alapja. E, nagyon sok ilyen ülést tartottunk, ahol erről e, volt szó, hogy hogyan kell egy, e, egy, felügyelőbizottságot, hogyan kell kuratóriumot, aztán ezek természetesen átfordultak az ellenkezőjében. De ez egy későbbi történet. Igen. menjünk vissza a 90 tájra. Volt neked személyesen vitád a csurkával, vagy volt, igen, Ő bekiabált nekem, hogy a színész az üljön le, mondom, majd, majd akkor, amikor az író is leül. De hát ez, ezek ilyen nagyon vidám percek voltak, más volt azért az a parlament. A liftben meg különben elég jóba voltunk. Valamilyen oknál fogva én szimpatikus voltam neki, azt mondta, hogy... hogy, hogy Na, mindegy. Szóval azt mondta, hogy én egy, egy, egy nagyszerű íróra hasonlítok, akit ő, nagyon szeret. De egyébként ennyi volt az összes kapcsolatunk a privát életben. Politikailag hogyan érezted magad? Ez lenne a vége most ennek a dolognak, hogy voltak-e benned olyan félelmek, amikkel kapcsolatban egyébként jobb vagy konzervatív körökben megjegyezték, hogy a, a mérleg utca már megint hisztériázik, már megint túl Növeli a fasiszta veszélyt, már megint állandóan antiszemitákat talál mindenhol. Ugye hát ezt, ezt mondták a ről Miközben valóban voltak nagyon rossz folyamatok, amiket az Antal kormány elindított, és hát ugye a horti akkor került elő, ugye akkor temették el a ciklus vége felé újra temették Horthy Miklóst, amihez később a kormányfő is kiment, magánemberként úgy mond. Szóval voltak ilyen nagyon kellemetlen és csúnya vonásai ennek a korszaknak. De hogy érezted? Tehát a csurkával szemben nyilvánvalóan kialakult az MDF-en belül is egy, egy egy kicsit másabb, tehát az Antal maga is elzárkózott egy idő után ugye, a, a csurkától, és so, sokan elzárkóztak. Tehát a, a, a híres apák és fiúknak a folyamán, ugye létrejött az a Kónya-Petővita, aminek értelmében lehetett látni, hogy ez egy jobb jobboldali párt lesz, és ki kell szakadnia az MDF-ből. Illetve akkor még nem tudtuk, hogy ki kell szakadnia, de hát előbb-utóbb ez, ez... A másik lökés pedig az volt, hogy volt egy ilyen közeledés nyilvánvalóan a liberális értékek védelmében, a demokratikus értel értékek védelmébe, ugye az akkori MSP és a, a, az SDS között is, amelyben hát először ugye ez a kárta ügy volt, amelyben először is árulással, nem először, már, másodszor is árulással vádolták ugye az SDS, de akkor még tartotta magát az a vélekedés az SDS-en belül, hogy azért az MSZP-vel nem. Ugye ez csak 94-ben a, a mi kilépésünk után változott meg, mert az értelmiségnek nagy része szerette volna, hogyha ez, ez a, a demokratikus értékek védelme, az ugye fölé rendelődik a, a más, másfajta politikai gondolkodásnak úgyhogy ebben a, ebben a tekintetben én az eds en belül is a szabad körhöz tartoztam volt egy konzervatív liberális és volt egy szabad kör. Én a szabad körhöz tartozom magyar bálint és a többiek úgyhogy ilyen szempontból, de félelem nem volt nem volt bennem hogy mi történik a tendenciát lehetett látni az, hogy, hogy előbb-utóbb sor kerül valami olyan másra, tehát hogy kisgazdásodik a, a, világ. Hát valamikor ugye a kisgazdák is szövetségesek voltak a népszavazásban. Hát itt meg kell szakítanunk sajnos, pedig elhallgatnának még egy darabig, mert lejárt a műsor időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Örülök, hogyha valamit sikerült a szubjektív emlékeimen túl elmondani. Köszönöm. Fodor Tamás színész rendező volt a vendég. A szerkesztő Selmeci János a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!